Báthori István úgy lett lengyel király, hogy az királyválasztó országgyűlésen fél szavazatot kapott. Hogy ez hogy történhetett meg, hogy lett ő a befutó, ahhoz egy kicsit beszélnem kell arról, hogy hogy ment maga a lengyel királyválasztás. Az lett a gyakorlat, hogy a legjobb királyt kell, a lehető legjobb királyt kell kiválasztani sok jelölt közül. Bárki, tehát aki lengyel nemes volt, annak joga volt a királyt megválasztani, és joga volt királyt hívni, királyjelöltet állítani. Alapvetően két gyakorlat alakult ki, mivel egy olyan 19-20 fős mezőnyből kellett végül királyt választani, hogy a jelöltek egymást próbálták lejáratni, ez volt ugye a legolcsóbb módszer, de ez csak másokat állított félre, őket még nem vitte be a hatalomba, úgyhogy egy sokkal költségesebb és fájdalmasabb utat is be kellett járni, pártfogókat kellett szerezni, pártot kellett szervezni. Világos, hogyha egy ilyen 20 fős mezőnybe bekerül Báthori, mint erdélyi fedelem, hát nem ő lesz a legerőteljesebb jelölt, hiszen itt Miksa császár, a Habsburg-római birodalom feje, két fia, a ferrarai herceg, orosz cárt is meghívták bármilyen meglepő, tehát negyedik Iván is ott volt a mezőnyben, a svéd király, és még több német választó fejedelem is. Báthori se tekintélyben, se anyagi tekintetben nem tudta volna felvenni a versenyt, mint annyiszor élete során a szerencse, és az a képesség, hogy ő a szerencsét mindig nagyon jól meg tudta ragadni, tehát ez a két dolog segítette trónra. Ugyanis a Habsburgok, nincs rá jobb szó, elizgulták a dolgot, ha nem csinálnak semmit, Báthori nem fut be. Minden eszközzel megpróbálták Báthorit befeketíteni, másrészt félreállítani. Erre nagyon jó módszer volt a régi politikai ellenlábasa Bekes Gáspárnak a felléptetése, aki a korábbi rivalizálásban alul maradt, egyrészt a fejedelemségért, másrészt meg ott a hatalmi harcban is, és Bécsben élt emigrációban. Ő egy sikertelen hadjáratot folytatott, hogy Báthorit kitúrja a fejedelemségből, de a Habsburgok szempontjából ez elég volt, mert nem kellett győznie Bekesnek, elég volt, hogy lekötötte a Báthori erőit, mert rá lehetett mutatni, hogy hát a saját országában sem biztos uralkodó. Amire nem számítottak, hogy Báthori föltámad, a királyválasztás elhúzódik, tehát az interregnum, és akkor tér vissza a küzdelembe, amikor a többiek kimerültek anyagilag, meg minden szempontból már nem tudják tartani szinte a frontokat. Báthori ekkor jelent meg, és hozta azt a vagyont, amit tulajdonképpen a Bekes tábor leveréséből, elkobzásokból szedett. Tehát ő a végén friss erőként pénze jelent meg. Az ő támogatói igazából nem voltak nagy támogatók, az Borowski család volt, de az Borowski család 5 tagja 4 felé adta a szavazatát, tehát nem lehetett rájuk építeni. Végül azt mondta az egyik Zborowski, hangadó Zborowski, a Kristóf, hogy ne személyben gondolkodjunk, hanem kritériumokban. Olyan király kell, aki a hadügyekben jártas és sikeres, a törökkel jó viszonyban van, a Habsburgokkal rossz viszonyban van, és hajlandó elvenni Jagello Annát feleségül. És akkor körbenéztek, és egyetlen jelölt volt a talpon, és ez volt Báthori István, és így megválasztották őt, de nem csak őt, hanem Jagello Annát is. Tehát tulajdonképpen két királyt választottak, vagyis tulajdonképpen hármat, mert ott volt még Miksa is, de a Jagello Anna Báthor István páros az össze lett ott boronálva és összeforta. Miksa császár vérig sértődött az eseményeken, és nem sietett a lengyel trónra, míg Báthori megragadta ezt a fantasztikus lehetőséget, és már május előtt ott volt Krakkóban, és abszolút kijelentett, hogy hajlandó elvenni Jagello Annát és trónra ülni. Ez a esküvő nagyon szomorúan zajlott, bár mind a kettőknek élete legszebb napjának kellett volna lennie, mert Jagello Anna 53 évesen hajadon és szűz volt, és végre valaki hajlandó volt őt feleségül venni, előtte 17 vőlegénye volt, de politikai okok miatt ez mind meghiúsul, de ekkor szembesült vele, hogy őt csak azért adták férjhez, hogy a Jagello vagyont elvegyék tőle. És ez azért egy kínos pillanat volt számára. Báthor István meg azzal szembesült, hogy hát nincsenek ott a litvánok, nincs ott a főpapság nagy része, a szenátus nagy része, nincsenek ott a poroszok, maroknyi híve van ott és két főpap, és hát így nem lesz legitim az uralkodása. Viszont a lengyelek közölték, hogy itt van ő, a korona is, ő is, vagy megkoronázzák és király lesz, vagy nem. Úgyhogy így lett ő király, és az első éve azzal telt, hogy a hatalmát
legitimmé tegye. A szerencsé, amit már említettem, itt is segítette, 1576 őszén meghalt Miksa, és ezzel a nagy ellenfél kiesett, úgyhogy innentől már idézőjelben mondom, hogy csak azokat az akadályokat kellett leküzdenie, hogy az anyagi helyzetét megszilárdítsa, és a királyi esküjét teljesítse, aminek fontos része az volt, hogy a orosz cár által elfoglalt litván és livóniai területeket visszaszerezze.